Na, mert itt is vagyunk a házba, az én fejem továbbra is vállalhatatlan az 5 órás alvás után, viszont van itt velünk egy szakértő és egy szakember, Noémi, ahogy ígértük, ugye azon cégek egyike, akiben maximálisan megbíztunk itt a felújítás alatt, úgyhogy azért akarjuk, hogy megismerjétek őt, hogy a betonozás kell, akkor szerintem Noémit keressétek, de mindjárt a Kira... Most mondd el, hogy hívod őt. Ja, képzeld el, Noémi, de akarok... Képzeld el, én azt mondom, hogy te vagy a betonok Liptai Klaudiája. Így hívlak, képzeld el. Remélem, hogy ez neked, ez ne dicséret neked, nem pedig izé. Köszönöm. Ettől nagyobb dicséretet nem mert is lehet. Én csak mondom neked egyébként, én csak mondom neked, hogy én imádom a Klaudiát, de tényleg nagyon szeretem. És valahogy, ami megismertel téged, rögtön azt jutott eszembe, hogyha te nem ezzel foglalkoznál, akkor te színésznő. Színésznő sose akartál lenni egyébként? De igen, eredetileg annak indultam. Annyira tudtam, és nézzétek meg, hogy milyen dizájnos, milyen jól néz ki. Nagyon jó a hangod, elképesztően stílusos vagy, és hát ezért hívlak téged a betonok Liptai Klaudiájára. Egyébként nyugodni jöttem. Erre kíváncsi voltam, hogy hogy hívtak, mert na, tudom, hogy szoktatok mindenkinek adni egy nevet. Abszolút. Abszolút. Főleg a így egyéniségben, nem mindenkire ragad rá valami. Egyébként félelmetes, hogy amióta csináljuk ezt a házat, hogy mennyi egyéniséggel találkoztunk meg minden, de hogy te abszolút olyan vagy, mint egy színésznő, aki nem mellesleg egyébként a betonokhoz is ér, de akkor én már rögtön meg is kérdezem egyébként, hogy hogy jött neked, hogy jött neked ez az egész? Mert azt tudjuk, hogy effekt, tehát hogy te csinálod ugye a... Vagy hogy is van ez nálatok? Ugye Havelka betonról beszélünk. Igen, ez úgy jött, hogy én eredetileg tanár vagyok, csak hogy még egy szakmával arrébb menjünk, de gyakorlatilag a férjem ugye kinélt Amerikába, hazajött, és 2010-ben találkoztunk, és azt mondta, hogy oké, hogy tanítok, de neki be kellene segíteni a cégbe, 11-ben jött a közös gyerek, akkor már csak otthon tanítottam, és amikor kiköltöztünk Érdre 2015-től, akkor azt mondta, hogy nem szeretném, hogyha más gyereke a mi asztalunknál ülne, úgyhogy legyek szíves, és akkor vigyem teljes mellszélességgel a cégünket, és a férjem gyakorlatilag a fizikai kivitelező, én pedig minden más csinálok, tárgyalok, anyagot viszek, árajánlatot írok, stb. Kimegyek, felmérek, de ha úgy adódik, mint ahogy most hétvégén is, akkor én is munkás nadrágot húzok és csináljuk együtt. Hát, magad uram, a szolgád nincsen. Nem vagy semmi, és egyébként a férjed, ő kint, tehát abszolút ez kint tanulta ki azt, hogy lehet jól dekorbetonozni. Igen, ezért vagyunk talán előnybe, mert hogy kint annak idején már a 2000-es években a medencékből indult el, először a medencékbe tanulta ki, utána köré, és akkor itt szépen ment a beltérre, és gyakorlatilag ugye a medence a legnehezebb ezzel a mikrocement anyaggal, mert hogy nagyon vékony, tökéletes vízzárás kell alá, a víznyomásnak megfeleljen, ezért is mehet fürdőszobába például. Aha, mert hogy nálunk is a fürdőszobában az van. Is, de a leginkább egyébként azt tisztázzuk, mert ez elképesztő, hogy az összes szakinál is felmerül, hogy meg hát a hétköznapi embereknél meg végképp, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy műgyanta, mikrocement, designbeton, dekorbeton, csiszolt beton, és össze-vissza minden névvel illetik, hogy most akkor valójában melyik-melyik? Tehát, hogy mi a különbség? Igen, ebben elég nagy keveredés van, mert még néha napján tisztelet a kivételnek, de a tervezők is beleakadnak. Maga az anyag a mikrocement, és ez az alapanyaga, ami polimerrel, vagy éppen vizes epoxikkal van keverve, és abból lesz maga a padlóburkolat. A világszerte igazából ezt mikrocementnek, mikrotoppingnak, betonszirének hívják, de hát talán egyébként az alapanyag a mikrocementből, mert a MAPE például ultratoploftnak hívja. Aha. Ki minek, nálunk van egy elég nagy katyfasz. Ugye a csiszolt beton az, amikor a rendes beton, ami sok-sok centi vastag, van visszacsiszolva és az van bekezelve, az inkább a nagyon iparja, az ilyen nagyobb bevásárlóközpontoknak az aljai ezek. Ugye azokat nem lehet falra tenni, mert hogy azt nem lehet felhúzni. Amit falra is lehet tenni, azok csak letteltek, és például mi azért használjuk mondjuk az ultratopot, ami nálatok is van, a loftot, mert hogy az az ipari dekorból jött ki, tehát nagyon nagy a keménysége, a kopásállósága, de mehet falra is, padlóra is, bútorra is. És egyébként mi a tapasztalatod, hogy most már egyre többen választják ezt magánházakhoz is?
Ezt a burkolatot? Mert ugye azt tudom, hogy elképesztő nagy területeket is csináltok, hatalmas felületeket kentek le, tehát csarnokokat, meg tényleg több ezer négyzetmétert is akár, de akkor van olyan, mint mi például, hogy egyszerűen az az álmunk, hogy dekorbeton legyen, és akkor egy pici, kisebb házat is vállaltok, nem? Abszolút. Igen, nagyon érdekes, hogy a tavalyi évben annyira nem voltak magánházak, ott sok volt az étterem, a középületek, stb., de ebbe az évben megint egyre több magánház lett. Gondolom én, ahogy terjed, és egyre jobban megismerik az emberek, meg elfogadóbbá válik így a közízlésben, hogy egyre többen szeretik és kedvelik. És Malacka, tőled meg azt kérdezem, hogy neked miért volt... Nézd meg! Nem csak az, hogy mert azért neked volt az álmod ez egyébként, hogy te nagyon vágysz arra, hogy dekorbetont, tehát te neked mi volt a vonzó abban, hogy te dekorbetont szeretnél? Mert nyilván az is érdekli a nézőinket, hogy miért éppen ilyen burkolatot választottam. Ez nagyon-nagyon hasonlít egyébként, nem tudom, hogy mennyi a különbség. Ugye Marokkóban, meg Észak-Afrikában van ez a tadelakt. És gyakorlatilag ott mind az összes, még a nem tudom, kis kávézóban is, a WC, meg a fürdőszóban, meg a riádokban, mindenhol minden ezzel van burkolva, a konyhapult. És nekem ez ilyen gyerekkori, nem tudom, ilyen beivódás, ez a fuga nélküli. De nekem abban azt tetszik jobban, hogy ott rengeteg színt használnak. Igen, hogy nem csak szürke, nem csak bézs, nem csak grézs, tók, bármi, hanem színes a marokkói zöldek. Nekem nagyon tetszik. De az a tadelakt, az tulajdonképpen ugyanígy mikrocement, csak egy picit más. Hasonló ehhez, ott a cementnek egy másik formájával dolgoznak, de igen, tehát hogy ugyanaz a rendszer, egy hasonló anyaggal. És tulajdonképpen te mondjuk, hogy egyébként, hogyha újítasz magadnak egy házat, akkor ott dekorbeton lesz, vagy mikrocement. Most újítok magamnak egy házat, igen. Remélem, hogy a burkoló odaér. Aki a férjed, igen. Ha odaér, igen, de akkor most, hogy ilyen sokan nézik, elmondom, hogy a férjem azt ígérte, hogy a házat kívül is megcsinálja, mint hogyha dokkazsalukból lenne a külső homlokzat. Remélem, hogyha jöttök egy év múlva hozzánk, akkor fogjátok is látni, meg bárki, aki jön. Úgyhogy remélem, a férjem is nézi, ezt ígérte. Ja, de várják, hogy a homlokzat ebből a mikrocementen lesz. Ez egy olyan anyag, ami abszolút működik kültéren is. Abszolút működik, annyi, hogy megfelelő impregnálás kell rá, mert ugye kültéren az esővel, az UV-val küzdünk, egy UV-stabil, általában poliuretán felül az, ami szükséges. Aha. És most túl azon, hogy nyilvánvaló, hogy az a legszembetűnőbb különbség, hogy ennek nincs fogája, tehát hogy tényleg ilyen egybe felület, hogy még miért jobb, mint hogyha most hogy valaki azon gondolkozik, hogy most csempemény, bánja a csempéket, de ez is tetszik neki, mi szól emellett? Mint háziasszony, nekem az, hogy nincsen benne fuga, és nem fog elszíneződni. Sokkal könnyebben takarítható, alapvetően egyébként a melegvizes felmosás szereti, lehet beletenni bármit. Ugyanazt nem szereti, amit mondjuk egy lap, nem szereti a fémes dörzsölést, de nagyon könnyen, mivel hogy nincsen fog a fölszedhető róla bármilyen szennyeződés, szerintem sokkal esztétikusabb és higiénikusabb ezáltal, meg nagyon jó illeszthető anyagokhoz. Nézd meg, nálatok is van ugye a görnyításfal, a fa, a kőhatás, a kandallóhoz is milyen jól passzol, tehát hogy a csempétől kezdve a kövön, a dekorcuccokon át, tényleg mindenhez. Hát és arról nem beszélve, bocsáss meg, hogy közbevágok, csak hogy a lehetőségek tárháza végtelen, mert ugye mi is nagyon sokféle színt néztünk, nálatok elképesztő választék van tényleg, hogy bárki, aki azt gondolja, ez lehetne narancssárga, kék, bármit lehet választani, nem? Tehát, hogy mindenhez tud illeni még színben is. Igen, mondjuk narancssárga padlót még nem csináltunk, de hozzá, hogy valaki szeretni, akkor bármikor. És általában a MAPEI anyagaival dolgoztok? Én azt szoktam mondani, hogy független kivitelezők vagyunk, fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelő ízlésének és a műszaki tartalomnak a legmegfelelőbb anyagot válasszuk. Szoktuk MAPEI-jal is dolgozni, szoktunk másik anyaggal is dolgozni, mindig, ami éppen oda kell. Mert ugye ez itt a reklámhelye, ugye nem tudok, hogy itt MAPEI-jel dolgoztatok. Igen, igen. És mondjuk én mindenkitől azt hallom, mert mondjuk a kőműves is, aki itt dolgozott, ő is mondta, hogy hát ő csak MAPEI-jel dolgozik. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek. Mi is a legtöbbször a MAPEI-jal szoktunk dolgozni, már csak azért is, mert például a nagy épületeknél
azon kevés anyag forgalmazók ennyire, aki az elejétől a végéig végig kíséri velünk a projektet, teljes garanciát vállal az anyagra, hogyha szólunk, hogy valami nem stimmel, cseréli, bár nem nagyon szokott ilyen előfordulni. Úgyhogy azt gondolom, ha ne adj Isten van valami probléma, nagyon nagy plusz a megrendelőnek, hogy nem csak kivitelezői garanciája van, amit ugye a kivitelező vállal, hanem egy anyag garanciája is, de ti is voltatok a gyárban, nem? Persze, ez nagyon nézői volt. Látod, ez abszolút Steven Spielberg rendezi. Nagyon látszik, hogy nagyon pontosan, precízen tesztelt anyagaik vannak. Nem nagyon szokott mellé jönni anyag, úgyhogy nem stimmel valami. Szóval megbízható és stabil minőséget. Tehát, hogy minden, tényleg mindennek van, mindennek megvan a külön szakértője. Igen. Tehát mindenkivel így külön lehet beszélni. Hogy... És még azt tetszik nekem nagyon egyébként, hogy elég hatékonyan és gyorsan dolgoztok. Tehát, hogy azt nagyon bírom, hogy tehát kijött ide a férjed, és akkor az volt, hogy már rögtön látványosan lehetett látni, hogy hát itt bizony haladás van. Szóval nincs valami. itt nincs kecmec. Tehát, hogy egyébként milyen gyorsasága vagy, hogy ennek mennyi idő kell általában egy ilyen padlóletevésének, mondjuk ugye a mi házunk esetén. Gépekkel szeretek fotózkodni, tudod, ilyen nagy traktorokkal. Még az automat is úgy volt, hogy traktor. Hát igen, az az is. Ibádom. Bocsánat, azért mosolygok ezen, mert pont most egy nagy építkezésről jöttünk hozzátok, amikor ezt csináltuk, és amikor fölvonulnak a burkolók, ugye alapvetően laphoz állnak hozzá az emberek, jó van, majd az egyik felét leteszi, a másikon közlekedünk, stb. De ugye ez ebben az esetben ilyen nincs. Igen. És mi ilyenkor a megrendelő minket nagyon szeret, mert úgy megtoljuk a házat, mert hogy előttünk haladni kell, mi burkolunk nagyon gyorsan, és mindenkinek kapkodni kell, úgyhogy a megrendelő nagyon szereti, mert meghagyjuk az építkezést keményen. De egyébként mondjuk egy családi házba átlagban egy padlónak a kihúzása, száradással, mindennel együtt egy, másfél hét, akkor attól függ, hogy mekkora a felület, mennyire sok benne a flip-flop, vagy színváltás, bármi ilyesmi. De hozzáteszem, másfél hét alatt ki lehet húzni egy sportcsarnokot is. Gyú, az eléggé jól hangzik. És utána mennyi idő a száradás, amikor már biztonságban rá lehet menni? Másnap már rá lehet menni. Persze, hogyha nem kapunk egy olyan párát, mint nálatok. Igen, nálunk ugye minden probléma volt, ami lehetett. Ez is igen, még az időjárás is a mi barátunk volt itt végig. Igen. Igen, tehát hogy általában másnap már rá lehet menni cipővel, zoknival, de a végterhelhetősége, a végkötése az 5 kötőjel 7 nap. Jó, hát az egyébként gyakorlatilag már itt is lassan túl vagyunk rajta, úgyhogy már bármi. A terhelhetősége az több, mint mondjuk egy csempének? Tehát, hogy nem tudom, rá lehet menni egy tankkal? Hát azért csak nem. A kira tankkal akar bejönni a szobába. Szóval, ahhoz kicsi nem itt még lehet, hogy beszélek. Kira és a tank, na ez jó. Tehát mekkora terhelés bír ki? Hát ennyire brutális terhelésnek még nem tettünk ki egy padlót, de van olyan hely, ahol természetesen cserélni kellett a felső impregnálót, de két napon keresztül bobkettel tesztelték.
Ha kicseréljük az impregnálót, ugyan veszít ebből a natur hatásából valamennyit, de annál nagyobb az ellenállósága. Így is egy ipari padló ellenállóságát tudja. Szerintem egyébként a járólappal szemben például az is az előnye, hogy ugye a járólap az olyan szempontból könnyen sérül, hogyha nem megfelelő alatta a csemperagasztó, ott üreges, pont oda leesik valami, biztos, hogy föl fog pattanni. Azért 5 év múlva kivágod azt a lapot, veszel egy másikat, visszateszed, ha szerencséd van, volt. Még van, igen. Igen, nem lesz ugyanolyan színű. Azért ezeket valamivel könnyebb javítani, de azt is hozzáteszem, hogyha a plac közepén itt leesik egy klíma vagy egy kalapács, és itt kipattam belőle, bejavítjuk, de mivel hogy egybefüggő, jobban látod optikailag, tehát ugye, amíg össze nem kopik szépen a javítás. Uh-huh. Ja, és még mondtál nekünk valamit, ami nagyon tetszik, hogy majd még egy vaxszal át kellene kenni. Erről mesélj egy kicsit, hogy ez a vax tulajdonképpen ennek a betonnak az esetében mit jelent? A vax az olyan, mint egy bútorápoló, gyakorlatilag áttöröljük vele a padlót, ad egy picike fényt, és a mikrosérüléseket elviszi, a mikrokarcolásokat. Egy picikét fényesebbé válik, de azt mondjuk az 5. felmosással így föl is szedi az ember, beül a pici karcokba, eltömíti, és gyakorlatilag sokkal hosszabban megmarad a fénye, a színe. És az a vax, amit rákentek, az is abban is van matej? Az nap. Tehát, hogy most már akkor már legyen már minden nap egy. Abból nem is szoktunk mást használni, tökéletes, tehát hogy tényleg elfedi a mikrosérüléseket, hosszantartó életet biztosít a felületnek, és hát mindenki meg tudja csinálni, mert tényleg az csak egy föltörlés, egy mikroszálos moppal. És még egy kérdés, amiről nem beszéltünk, hogy teljesen véletlenül botlott bele ebbe a technológiába az Zoli Amerikába, vagy abszolút célirányosan ő ezt szerette volna kitanulni? Nem, ő teljesen véletlenül botlott bele, ugyanis először kiment, és kiment egy farmra. Lájött, hogy neki azok a keretek és az a pénzösszeg, amit ott lehet keresni, az kevés. Rögtön belecsapott a lecsóba, Florida, West Palm Beach, ő medencékbe leégeti a meglévő burkolatot. Ott ugye eleve nagyon meleg van, eleve iszonyatosan nagy a páratartalom, na most leégetni a meglévő burkolatot, hát ez embertelen munka. Aztán, amikor rájött, hogy ez így sok, akkor úgy döntött, hogy inkább elkezdi burkolni őket. Nagyon jó. És akkor tehát, hogy megnézte a piacot, mi az, amiből össze lehet szedni egy ház vagy egy lakás árát, és értelme is van, és nincs Magyarországon, egyedülálló, aztán beleszeretett. Ja, várjál, és akkor itt jön be az a képbe, ami nálunk is volt, ugye, hogy mi nem szerettük volna felszedni az előző burkolatot. Tehát, hogy ezt általában rá lehet tenni régi burkolatra. Igen, alapvetően bontás nélkül alkalmazható, hogyha az előtte lévő felület, ami jelen van, az nem kopog, rendesen ragad, vagy még akár a régi házaknál is, amikor misunkba vannak fektetve a lapok, ilyen nagyon régiek, bár azokra általában kell ajzatkiegyenlítés, de a mapeinek nagyon jó ajzatkiegyenlítői vannak ez alá. Igen, de egy pár zsákot bennetőtt. Ide kellett egy pár zsák, mert azért itt néha kopogott. Igen, úgyhogy de... Amikor kopog, akkor ha tudjuk, azt a lapot kivesztük, visszapótoljuk, és az egészet behálózzuk, így fog ott maradni igazából az egész, és a háló megvédi attól, hogyha egyszer elindul, akkor ne tudjon följönni ugye az alatta lévő réteg. Hát azt megmondom egyébként, hogy messiásként vártunk már benneteket, mert azért ti általában mindig az utolsó simítás vagytok, szó szerint a simítást, úgy kell érteni, hogy ti vagytok azok, akik átsimogatjátok a házat ezzel az anyaga, de itt is látjátok, de hát majd mutatunk képeket természetesen, mert arról is készült, ahogy Zoli éppen dolgozik, úgyhogy azt is meg fogjuk mutatni a drága nézőinknek. Igen, Kíra? Hát ahogy önti, hát az ilyen hihetetlen volt, de egyébként a cukrászat jutott eszembe róla. Abszolút, tehát olyan, mint hogyha valami finom tortára készülne, igen. Úgy kente itt be. Egyébként most a következő projekt az, hogy meg fogok próbálni cukrászokat, hogy fognak tudni nálunk dolgozni, mert szerintem kellően ügyes a kezük, hiszen hasonló mozdulatok a torta kenés simítás, és közben beszéltem a volt oktatómmal, mert hogy végzett burkoló vagyok, aki azt mondta, hogy egy csomó cukrász megy hozzá, és átképzik magukat burkolónak, úgyhogy valószínű, hogy ők is rájöttek, és nem reménytelen a helyzet, hogy egy jó munkáról találja. Na, hát Fatati Ádám! Fatati Ádám itt a lehetőség! Igen, minden csókoló, mert megnéznénk itt téged, hogy hogyan... És még, hát egyrészt Noémi, nagyon szépen köszönjük, természetesen a nézőinknek meg fogjuk mutatni az elérhetőségeidet, aki kedvet kapott ahhoz, hogy ilyen burkolatot válasszon. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon ajánljuk őket, hiszen akkor nem lenne itt Noémi, hogyha nem ajánlanánk. Megjártunk mindenfélével, de ezzel nagyon elégedettek vagyunk, és még egy dolog így a beszélgetés végére, ami szerintem nagyon vicces, hogy a Kíra mennyire félt mindent, ami itt van a házban.
A Noé az típus egyéniség, egy elképesztő cipőbe jött, nézzétek meg, de amikor először is találkoztuk vele, és természetesen a Kira mi volt az első, amit mond. Elhűlt, és azt mondta, hogy ebbe biztos jó lesz, hogyha be fogsz jönni erre a burkolatra, de hát miután ők csinálják, azért az a már képben van, egy hét után, ha ezzel nem jöhetne rá, már nagy baj lenne. Úgyhogy ölelünk benneteket, és keressétek Noémiéket. Puszi!